A dombóváriak majálisát jókedv, összefogás, finom ételek és zene jellemezte. Mai napon a civil majálison veszünk részt. Ugye ez a civil tanács által szervezett rendes évi második program, amivel ugye megünnepeljük a munka ünnepét. Mai napon 19 egyesület vett részt a főzőversenyen, közel 370 fővel, ez igen szép számnak mondható, ugye a dombóvári civil társadalom viszonylatában. A Dombóvár város civil tanács elnök elmondta nekünk, hogy mi a rendezvény fő célja. Ugye a rendezvénynek még a fő célja, hogy a városunkban működő civil egyesületek még inkább szimbiózisba kerüljenek, hiszen itt lehetőségük van egymás főztét megkóstolni, valamint kötetlenül beszélgetni egymással. Így erősítik a további kapcsolataikat. A Sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület az egyórás produkcióban egy teljes sárközi lakodalmast adott elő a Bátai Pántlika zenekar közreműködésével. A Tolna megyei Népművészeti Egyesület a Hagyományok Háza hálózatának a tagja, és a Hagyományok Hálózatát bízta meg a Petőfi Kulturális Ügynökség arra, hogy folklór gálákat szervezzen az olyan Tolna megyei járásokban, amelyek valamilyen szempontból hátrányosabb helyzetűek. A négytagú zsűrinek nem volt egyszerű dolga, hiszen sokféle és ízletes ételt főztek a versenyben résztvevők. Nehéz lesz a döntés, csak három ételt tudunk eredményesen értékelni, de én bízom benne, hogy a többiek se fognak ezen megsértődni, mert itt a részvétel a fontos, és a szórakozás és a jókedv a társaságok összefogják itt a mai napon a város közönségét, és nagyon jó fellépők voltak. Balaskó János elmondta, hogy vegyes pörköltet készítettek amolyan jó zenész módra. Természetesen az első helyet céloztuk meg, de az se baj, hogyha a végén mindenki megeszi ezt a pörköltet. Nekünk az is első díj lesz. A nagyszerűre sikerült napot és példamutató összefogást a szervezők folytatni szeretnék jövőre is.